Tűz keletkezett egy melléképületben Karcagon, a Szent István sugárúton. Teljes terjedelmében égett a mintegy 120 négyzetméter alapterületű ingatlan, és a lángok a vele egybeépített lakóház tető szerkezetére, valamint a konyhájára is átterjedtek. Feleségemnek melege volt, kinyitott az ablakot, két órát, még akkor nem látott semmit. Egy 10-15 perc múlva szól, hogy kapottak, vagy valami zörej van, nézd már meg. Kívülök, és akkor már látom, hogy ég. A garázsból jön a nagy láng kifele, gyorsan szóltam a tűzoltóknak, de mire ők is jöttek meg időbe, de mire ide jöttek, akkor az épület végigégett. Hát ugye száraz volt, és mire ezt valami kicsit lokalizálták, akkor a lakóháznak a teteje is égett. A melléképületben használt tárgyak és bútorok gyulladtak meg. Kiégett egy személyautó és felrobbant egy gázpalack. Több másikat pedig kihoztak a tűzesethez riasztott karcagi püspökladányi hivatásos tűzoltók. De most volt a folyosón gangon két gázpalack, azok felrobbantak. Bent is volt üres gázpalack, azok éppen kint vannak a utcán is. Tehát azok nem robbantak. Ez a kettő az felrobbant. Személyautó, szerszámaim, a tetőszerkezet teljesen, fölémszerkezet teljesen leégett. Fölémet le kellett mondani, mert nádi fölém volt, hagyományos, tehát az minden oda lett. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is a helyszínen volt. A körülbelül 100 négyzetméter alapterületű melléképület teljes terjedelmében égett, ahonnan a lángok átterjedtek a vele egybeépített lakóingatlanra, annak tetőszerkezetére és konyhájára is. A melléképületben használati tárgyak és bútorok gyulladtak meg, kiégett egy személygépjármű, továbbá két gázpalack is felrobbant. Az esethez a karcagi és püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak, akik további gázpalackokat hoztak ki az épületből. Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el a lángokat négy vízsugár és két iszerszámok segítségével. Az ingatlanban két fő tartózkodott, akik szerencsére a káreset során nem sérültek, lakhatásukat átmenetileg rokonoknál fogják megoldani.